Stonic testvérmodellje, ennek magyarországi ára egyelőre nincsen. De hát ugye a Hyundai a két korai márka közül hagyományosan a prémium abban feljebb pozícionált a drágább. Ezt egyébként jelzi, hogy ennek a csúcsmotorja egy 1.6-os turbomotor, 165 lóerővel, ezért lényegesen erősebb konkurensekkel is versenyképes autó, nem úgy, mint a Stonic. A fő dizájnelemek nagyon hasonlóak, és eltérő színű tető rendelhető a Gasnihoz képest. Látványos ilyen telepjárós melegítések vannak, vagy ilyen kiemelések vannak a kerék fölött. Viszont ami nagyon érdekes, hogy ha itt megállunk egy picit a kamerával, akkor szemből ez már egy tipikus kellemetlen koreai dizájn. Hát itt egyszerre van rajta a Lexusnak a olcsó formájú hűtőmaszkja, és a Citroennek ez a csíkszerű felső és nagyon elválasztott nagy alsó világító teste. Úgyhogy ez kevésbé, ez sokkal esetlenebbül jött össze, mint a Kia. Azt a felső, a hűtőmaszk fölötti nyitott csíkot pedig azt nem is lehet értelmezni. Olyan, mintha valami gyártási hiba lenne. Szóval ez nem egy olyan nagyon szép autó. De hát a konkurensek jelentős része sem az. Egy Vitarára is nehéz azt mondani jó szívvel, hogy szép. Ha Attila megfordul, akkor ez a zöld-fekete példány például, amit főleg így félhátulról nézünk most ugye. Egyébként az erőteljesen Alfa Romeo-s hátsó lámpával. Akkor ez egy kifejezetten kívánatos tárgy, és megkockáztatom, hogy akár ilyen Audi Q2 vásárlók is utána fordulnak az utcán, hogy na hát egy alternatíva, vehetek én ilyen SUV-t is. Kicsit más a dizájn, a műszeretség az kb. Ugyanaz, két nagy óra, benne két kis óra, középen a kijelző, ilyen Volkswagen-es, a HMI konzol dizájnja nagyon hasonló, illetve nagyon eltérő szintén a Kiától, de a funkciók ugyanazok. A klímakonzol dettó, ugyanott az USB, ugyanott a háromfeles jack csatlakozó, és ugyanúgy elfér a térdem, pedig itt ezt a kis falacskát azért meghagyták és beépítették, és mégis el lehet férni, mégsem egy európai autóban ülünk, mondjuk egy Opelben. Na, tök kellemes. Hoppé, kézifék. Itt se tértek még át szerencsére az elektromosra. Ennek nagyon lehet örülni, hogyha az ember szeret kézifékkel fordulgatni. Havas időjárásban a vásárlójelölt úr visszaült a hátsó ülésre, és egy kicsikét... Igen, most egy kicsit akkor kihagyjuk a hátsót, utána megnézzük a csomagtartót. Ugyanaz, dupla fenék, itt van egy kis rendezőrekesz. Szép, nagy, tágas. Kellemes. Most a bácsit kicselezzük, és beülünk hátra, tehát magam mögött. Hasonlóképpen elegendő lábtér, elegendő fejtér, kényelmes minden, viszont mivel ez egy prémiumabb termék, ezért itt már van egy könyöklő pohártartóval, úgyhogy itt akár ilyen úrasan is elterpeszkedhetek. Nagyon cuki kis autó, nagyon jó kis autó, a koreaiakat nem lehet megkerülni, ha valaki ebben a szegmensben választ magának éppen új járművet. Mindenki menjen a Kia és a Hyundai szalonba, mielőtt megveszi a Vitarát Magyarország legnépszerűbb új autóért.